A téli gumi anyagösszetétele a fagyos téli időszakokban is képes rugalmasságát megőrizni. Ez elsősorban a magas szilikát tartalmának köszönhető, amely miatt a gumik szilárdabbak és keményebbek. A téli gumik futófelületét lamellák tagolják, melyek fokozzák a tapadást és a húzóerőt a nedves vagy havas utakon. A nyári abroncsok használata ennek hiányában veszélyes a téli időszakban. A téli és a nyári abroncs közötti különbség elsősorban a tapadás. Ugye a téli viszonyokhoz van optimalizálva a téli abroncs, a nyáriak pedig a nyári viszonyokhoz van optimalizálva. A téli abroncsok ugye a szilikon tartalmuk miatt egy picit puhábbak, kevésbé keményednek fel a téli körülmények között, ezáltal a tapadást biztosítják. Tehát az a fékút, amire szükségünk van ahhoz, hogy biztonságosan meg tudjunk állni, azt tudja biztosítani a számunkra. Ugye a nyári abroncsokon nincsenek azok a bizonyos lamellák, illetve azok a téli bordázatok, amik egyébként a téli abroncsokra jellemzőek. Ugye ez alapján egyébként ugye a havas viszonyok között, vagy jeges hókásás viszonyok között, ugye a téli abroncsoknak a lamelláiban megtapadnak ezek a bizonyos hókásák vagy hópihék, míg a nyáriak ugye ezt nem tudják biztosítani a számunkra. Szóval az elsőleges cél mindig a biztonság. A téli vezetési körülményekre optimalizált abroncs jelentősen növeli a tapadást a tükörjég és a hófötte útfelületeken is. Független tesztek sokasága mutat afelé, hogy a téli abroncsok magasabb teljesítményt nyújtanak kisebb baleseti kockázat mellett. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni az előző években felszerelt abroncsokat, abban az esetben, hogyha az autógumik a garázsban és nem hivatalos szervizben teleltek át. A téli abroncsoknál a 4 mm-es kopás mélységig szoktuk javasolni, hogy felszerelhető. Az alatt már nem szerencsés nem javasolt. Pontosan az előbb említett tapadás miatt, tehát ott már a lamellák annyira eltűnnek, illetve elkopnak, hogy nem biztosítják azt a tulajdonságot, amire egyébként a téli abroncsot kitalálták és a téli abroncsot tervezték. Ugye a nyári abroncsoknál teljesen más a történet. Ott a köhém rendelet alapján 1,6 mm-ig felszerelhetőek a nyári abroncsok. Széles körben elterjedt a 7 Celsius fokos szabály, ami segíthet a csere időpontjának meghatározásában. Opcióként választhatóak az úgynevezett 4 évszakos gumiabroncsok is. Ezek az autógumik egyfajta kompromisszumot jelentenek azoknak, akik télen nagyon extrém körülmények között nem autóznak.